10-12 kg ennyi dinnyét eszünk ma Magyarországon átlagosan görög dinnyéből. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint 2010 óta 4,5 kg-mal nőtt az átlagos dinnyefogyasztás. Sárga dinnyéből is egyre több kerül az asztalokra, ami lassan eléri a fejenkénti 1,5-2 kilót, de ez még mindig jelentősen elmarad a nyugat-európai adatoktól. Július elejétől már minden áruházlánc polcain megtalálhatók a hazai dinnyék, sőt a fóliasátras termelésből származó dinnyék már június közepén megjelentek a kínálatban. Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke azt mondta, az időjárás eddig kedvezően alakult. Hála Istennek arról kell, hogy beszámoljunk, hogy nagy területeket érintő jégkár nem volt, vagyis nincs róla tudomásunk. Ha volt is, akkor kisebb helyeken, kisebb településeken, kisebb termelőknél esetleg előfordulhatott, nagyobb területeket, hogy elvert volna a jégeső, nem tudunk róla. Hozzátette, a termelő területek az utóbbi években folyamatosan nőttek. Míg 2022-ben 2600 hektár volt, addig 2023-ban már elérte a 3300 hektárt. Emellett a nemzetközi trendekkel összhangban hazánkban is egyre több termelő választja a betegségeknek ellenállóbb, nagyobb termésbiztonságot és jobb minőséget adó oltott, valamint hibrid dinnyéket. Ugye tudjuk azt, hogy a tök és a görög dinnye is kabakos növény, és a tök az egy ellenálló, robusztus, tárasságot jobban tűrő, erősebb gyökérrendszerrel mélyebbre tud hatolni, jobban tudja hasznosítani a tápanyagok felvételét, vagy biztosítani a tápanyagok felvételét, és ugye ebben az oltással gyakorlatilag, mint a gyümölcsfákat, ugye oltás szemzésről beszélünk, a görög dinnye nemes növénynek levágják a gyökerét, és megkapja egy oltási eljárással a töknek a gyökerét. A vásárlók körében ma már kevésbé népszerűek a 10-12 kg-os dinnyék, egyre erősebb viszont a kereslet a kisebb 4-6 kilós, valamint a magszegény görög dinnyék iránt. Göcő Mátyás úgy véli, azáltal, hogy a termelők különböző szakaszokban ültetik a dinnyét, akár szeptember közepéig is eltarthat a szezon. Nagyon sok termelő van már, aki három szakaszban ültet, egy korait, egy középkorait, és ugye majd azt, amelyik majd ugye augusztus végig el tudja látni a fogyasztót magyar görög dinnyével, ugye, és arról se feledkezzünk meg, hogy a nyírségben ugye azért közel 1000-1300 hektáron termelnek, és a nyírség az nem a koraiságáról híres, hanem arról, hogy ott akár, ha jó megfelel az időjárás, akkor szeptember közepéig, szeptember végig is lehet szedni jó minőségű magyar görögdinnyét. Úgyhogy ha találkozunk még szeptemberben Magyarországon görögdinnyével, azokat görögdinnyék nagy valószínűséggel ebből a termesztő körzetből származnak. Az ágazat szereplői abban bíznak, hogy 2024-ben is folytatódni fog a kivitel bővülése. A legtöbb magyar görögdinnye a lengyel, a cseh, a szlovák és a német piacra kerül, ami a hazai dinnyetermelés egyharmadát jelenti.